csirke mellett fogok készíteni tarkabors kérekben, hozzá vörösboros tejszínes mártást és vajas petrezselymes burgonyát. Régen is nagyon szerettem főzni, és mint elvesztettem a látásomat, meg újra tanultam magamtól egy csomó mindent. Mi történt, hogy vesztetted el a látásodat? Még 2015-ben volt egy falmászos balesetem igazából, és utána, tehát úgy falmászos, hogy leestem, tehát egy fáról a rámszakadéknál volt, és utána levált a retinám, és kerültem be kórházba, hogy visszavarják. Ott teljesen a részletekben nem nagyon mennék bele, magas a vérnyomásom, nem igazán volt ott jól kezelve, háromszor kellett műteni, mert visszavarás után megint bevérzett és leszakadt, és mire sikerült rendesen visszavarni, addigra már annyira roncsolódott, hogy 4% látásmaradványom maradt a bal szemembe, és ez jelenleg is romló állapotban van, tehát olyan 2-3%-ra satszolok most már, így 7 év elteltével. Ezt lehet megpróbálni kordába tartani, de nagyon-nagyon lassan folyamatosan romlik. Tehát egyszer el fogom veszíteni véglegesen a látásomat, most még fényérzékelésem van. Tehát például, ha a csillátáson belül fényérzékelésem van, tehát ha mondjuk felkapcsolnak valahogy egy lámpát, akkor azt meg tudom találni magát a fényforrását. Ez például éjszakai közlekedésnél tök jól tud jönni, mert az utca melletti lámpákat, ami az úttestet világítja meg, azokat le tudom követni, és így nagyjából be tudom határolni, hogy merre van az egyenes. Ezt hogyan tudtad feldolgozni, vagy egyáltalán sikerült feldolgozni azóta? Elvileg nem sikerült. Gyakorlatilag a neveltetésemből adódóan, hogy nem is tudom, tehát nehezen nyilvánítok ki érzelmeket, és amikor ez így megtörtént, akkor igazából úgy voltam vele, hogy ez van, ezen most itt hirtelen nem tudunk változtatni, innen kell felállni tulajdonképpen. Tehát nem, azt mondták a pszichológusok, mert kerültem pszichológushoz, hogy minden érzésemet elnyomom, és hogy nem dolgoztam föl magát a tényt. Én meg azt mondom, hogy oké, te ezt mondod, de egyelőre jól el vagyok vele, és így azért megszoktam igazából, tehát nem volt különösebb érzelmi kitörés vagy valami, illetve pont amikor ez a baleset történt, akkor ismertem meg a feleségemet, előtte már Tinderen beszélgettünk, és meg képen, tehát még csak én életemben képen láttam csak a feleségemet. Tinderen beszélgettünk, akkor kezdtünk el beszélgetni, jött ez a baleset, és utána a kórházból elkértem a telefonszámát, és felhívtam, és mondtam neki, hogy most ez van, jelenleg vak vagyok, akkor még az első műtétek közben voltam, jelenleg teljesen vak vagyok, menjünk el egy randira, és ha most megkedvelsz úgy igazán, akkor ennél már csak jobb lesz, mert most vagyok a legmélyebb állapotomba. El is mentünk randizni, és igazából azóta együtt vagyunk. És akkor a kórházból akkor kicsit hazaengedtek, és akkor otthonról még ő vitte el engem randizni viccesen, mert ő volt a sofőr. És egy teaházba mentünk, ott már a parkolóban majdnem sikerült lerántani a lépcsőn, még én sem tudtam, hogyan kell vakon közlekedni, ő meg aztán végképp nem tudta, hogy mit kezdjen ott hirtelen. Aztán a teaházban majdnem ráültem az asztalra, mert olyan alacsonyan volt, mint a szék, tehát ott voltak ilyen vicces jelentek, de összességében tök jól hozzászokott, mert az elején is tök jól kezelte. Én meg a magam idézősen beteg humorával is álltam hozzá, aztán azóta együtt vagyunk is, most már a feleségem. Jó, mindjárt adok egy csirkét, jó? Próbálok továbbra is mindenféle helyre és programra elmenni, ahova látok, szoktok, tehát ugyanúgy járok moziba, színházba szórakozni, ahova mások mennek másokkal, hogy ott is tapasztalat szerezek, bár ugye nyilván másabb számomra az élmény, főleg ha mondjuk túrázunk valahol, vagy feleségemmel járunk külföldre, és akkor külföldön ott szoktunk sokat túrázni, meg sétálgatni, megnézni szép helyeket. Nyilván nekem az nem akkora élmény, de neki meg az, úgyhogy sétálok, aztán behalok a fáradtságba. A többiek, hát a haverjaim egy része az finoman lekopódott, abból kiadva, hogy nagyon jó haverok voltak, aztán kiderült ugye, hogy ők számára addig voltam jó haver, amíg tudtunk együtt menni piálni, meg bulizni. Tehát onnantól, hogy ez igazából plusz feladatot jelentett volna számukra, hogy esetleg kísérni kell, oda kell rám néha figyelni, vagy valami, az nekik nagy falat volt, és szépen lassan
pár barátom azért így lekopott, és onnan derült, hogy nem barátok, mert hogy ők ezt a feladatot nem akarták bevállalni. Tehát onnantól, hogy ilyen szinten megváltoztam, hogy nem tudok egyedül elmenni utánuk, nem tudom, a kocsmába, vagy a kocsma alatt ott egyedül közlekedni, az nekik akkora tehert jelentett, hogy ott szépen lassan lekopottak. Ezt megbeszéltünk és békésen elváltunk, tehát ők jelezték, hogy nekik ez plusz feladat is, ők ezt nem szeretnék vele, mondom, akkor oké. Okay. A többiek igazából nem éreztek, hogy nagyon sokat változtam volna. Amit nekem észrevehetően meg kellett szoknom, az volt, hogy a városi élethez szoktam, és olyan tempóval közlekedek, ami még mai napig néha szokott okozni problémát, mert nagyon nagy a rendület, és ha egy kicsit elkalkulálom magam, vagy valami változás van, akkor nagyon-nagyon masszívan be tudok menni dolgokba, aminek fura jelensége, hogy minden sípcsont magasságban van. Nem tudom, hogy sikerült az univerzumnak így alkotni a dolgokat, de ha karambolozok, az 100-ból 99-szer sípcsont magasságban történik, viszont sípcsontom az erősebb, mint egy focistájé, mert azt már nagyon sokszor szétvertem. Voltam főzőműsorban, vagy legalábbis jelentkeztem, mert megkerestek, és ugye ott merült fel az a probléma a főzőműsor szempontjából, hogy tök jó kaját csináltam, mert nagyon finom, viszont ami nálam probléma, legalábbis általánosságban, hogy mi vakok, sokkal lassabban főzünk, így azért minden folyamaton legalább egy 10-20-30 másodperc plusz generálódik, és ez összességében sok-sok plusz percet hozzáad a folyamathoz. A kajámat nagyon szerették, viszont arra megoldásán sem sikerült találniuk, hogy leragasztanak egy vakvezető sávot, vagy valamit az izére, pályára, hogy lehetne nekem ezt megoldani, hogy ugyanolyan gyors vagyok, és sem tudtuk megoldást találni. Azt a sebességet nem tudtuk volna elérni. Nekem azért mondom, nekem fél év alatt találtak kutyát, hát egy 10-12 másik versenyzővel együtt próbáltuk ki, hogy melyikünké lesz, aztán végül engem választottak a dorkóhoz. Mentem vele a kiképzőközpontba egy próbakört, és volt két testvére, Simon és Arion, mert ők hármasikrek, mindegyikükkel mentem egy próbakört, és akkor meg kell mondanom, hogy én melyikkel éreztem igazából az egyensúlyt meg a kapcsolatot, és én dorkot jelöltem meg, és a kiképzők is mondták, hogy ők is azt látták, hogy a dorkóval van meg a kémia, és akkor utána egy hétre, amikor minden résztvevővel kipróbáltak, akkor felhívtak, hogy engem választottak a dorkóhoz, és próbáljuk meg az együttműködést. Nekünk az egész életünk arról szól igazából, hogy mentális térképet mindenről. És ez egy nap után azért nagyon fárasztó tud lenni, főleg a városban közlekedéskor, hogy tudjuk, hogy merre kell menni, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk, hogy tudjuk, hogy mi következik, hogy tudjuk, hogy mi van körülöttünk, észben tartani, hogy mi hol van körülöttünk, lakáson belül, lakáson kívül, épületben. Régen is nagyon szerettem főzni, és mint elvesztettem a látásomat, meg újra tanultam magamtól egy csomó mindent, illetve az elemi rehabilitáción, ami egy bentlakásos, gyors talpaló vakoknak igazából, ez egy felnőttek számára ilyen bentlakásos iskola, teljesen ingyenes. Itt tanítanak meg mindent a vakoknak, a fehér bot használattól kezdve, igény szerint számítógép használaton át mindennapos tevékenységeket is. Itt tanítanak praktikákat főzéshez is, meg különböző segédeszközöket be is mutatnak. Recepteket nyilván az interneten olvasunk számítógépen. Nekem van egy hangosan beszélő mérlegem, ami segít különböző dolgok lemérésében, illetve tud különböző folyadékoknak is a mennyiségét megmérni, mert tejet, vizet meg olajat is tud súly alapján milliméterre belőni. Van folyadékszintmérő, ami egy pohárnak a tetejéig érzékeli, hogy milyen magasságig van a víz. Azon kívül leginkább gyakorlat. Indukciós tűzhelynek az az előnye, hogy csak akkor meleg, ha van rajta valami. A miénk csipog is, amikor bekapcsoljuk, tehát van hangja, hogy én bekapcsolom, meg ott a kapcsolókon lehet érzékelni, hogy nagyjából merre áll. És utána, ha ráteszek valamit, indukciós edényt, nyilván az föl fog melegedni, és máshol meg nem. Tehát ott a hirtelen valaminek a megfogása és forró a felület, az annak minimális az esélye. Tehát ez nagyon okos eszköz, hogy tényleg csak a mágneses indukció elvén melegít valamit. Mindig azzal kell kalkulálni, hogy ha valamit előtte használt, akkor valószínűleg meleg. Tehát lassan közelítve hozzá, nézem, hogy sugározza hőt ki magából. Késsel való bánásmódnak igazából van eszköz, amit rá lehet húzni az új végekre, és egy lapot tesz az ujjak fölé tulajdonképpen, ami azt akarja, hogy itt levágjam az ujjbegyeimet. Van, aki használja, én tudok késsel benni, és még nem vágtam el az ujjamat, én nem használok ilyet. Igazából az érzés. Tehát ismerem, hogy hol vannak a kezeim, és mint a profi szakács, csak mozdulatsor megvan. Tényleg ez gyakorlat kérdése volt. Azért óvatosabban mozgok, de még nem sikerült elvágnom az ujjaimat késsel, hál' az égnek. Miket szoktál csinálni? Vagy milyen gyakran főzöl? Az nagyon változó.
Hát heti párszor előfordul, amikor éppen valami új ötletem van, vagy valami hagyomás. Néha kísérletezek, főleg ilyen indiai kajákkal szoktam, mert az úgy érdekel, az indiai konyha. A kínai konyha az csak úgy néz ki, hogy mindent összedobunk egybe, azt is csináltam már. Nagyon változó, hogy milyen gyakran főzök, de heti egyszer-kétszer legalább. Mi van? Akkor sütsz, főzöl igazából mindent. Igen. Nagyon kevés dologhoz van, amit nehéz olyan szinten magamtól megcsinálni, hogy tényleg azt számít, hogy aranybarnára kell valamilyen részét. Azt van, hogy kérem a összes segítséget, hogy azért nézzen rá, biztos, ami biztos. De én általában időkkel szoktam kalkulálni, hogy mikor, hogy mint. Időkkel, illatokkal, érzéssel, tapintásra. Tehát ezzel lehet leginkább operálni.